Hát itt is jön egy... egy visszavágó. Igaz, hogy nem friss visszavágó, hanem pont egy éves. Igen, tavaly. Ők tavaly találkoztak itt egymással, akkor a negyed döntőben Gary Anderson 6-2-re győzte le James Bailey-t. Most Bailey-nek itt a lehetőség. Igen. A bal kezes. Elég gyors meccsek voltak, nem? Elment gyors, gyors, bizony, gyors. Gyors. Majd most jönnek egy kicsit lassabb mérkőzések. Ezt mondod? Igen. Még 5 meccsünk van vissza egyébként. Hát meg, hogyha most azt veszük, akkor azért nem voltak, nem voltak olyan szorosak a mérkőzések. Ugye 6-3-ra nyert Simon Whitlock, Mick Lacy ellen, aztán 6-1 lett ugye Barneveldnek egy szenzációs Barney játékkal Puha ellen, és ugye 6-3-ra nyert Kyle Anderson ellen Daryl Gurney. Egyik se egy lassan dobó játékos. Bocsánat, hogy ezt mondom, de sima mérkőzések voltak. First leg Gary to throw first. Na nézzük, Gary Anderson kezd. Ugye 14 darab 180-nál járunk, egy 100 pluszos kiszállónk volt. 100. Bármi? Igen, 109. Ez elég soványka. Belehúznak majd. Mégis a megfontolt dobók közé tartozik. 100. Ugye... Béli Rob Cross-szal játszott egy szenzációs meccset ugye még az első körben Brisbane-ben, és 6-5-re tudott csak győzni Rob Cross, és ott volt egy szenzációs meccse pedig Rob Cross-nak, csak nagyon-nagyon-nagyon jól játszott a saját legeibe Béli. Ugye ott dobta 4 darab 4 körös dobott Rob Cross, volt 2 11 nyilas és 2 14 nyilas. Szenzációs meccset dobtak, úgyhogy nagyon jó játékosról beszélünk Béli személyében. Százassal 241 fölzárkózni tud. Densonnak nem jönne. Ugye ne felejtsük, hogy Gary Anderson volt, aki 8-6-ra ugye utána kikapott Hetától. Aztán Simon Whitlock is kikapott 8-6-ra. És így jutott el a döntőbe, ahol 8-7-re tudott nyerni. Damon Heta, ez ugye az Brisbane múlt heti mérkőzésről beszélünk. 57-esen 80-ra megy le Gary Anderson. Nem lesz sajnos a 141 így. 101-je van, levált 19-ese, vagy Bull, de 17-es lett, 57. 7 a dobás, 84, a maradék 80-ra, Geri. Egy nyila biztosan lesz duplára, de fölé ment az. Bedobja! Ez nagyon szép volt. Gyönyörű kiszállózás. Jó lenne, hogyha Gary Anderson is elkapná a formát. Főleg, hogyha nézzük, hogy Daryl Gurney most milyen jó állapotban van, Rob Cross milyen jó állapotban van, vagy Peter Wright milyen jó állapotban van. És ahhoz most hozzájönne egy szenzációs Michael Fangerman és Gary Anderson, akkor nagyon jó világbajnokság elé néznénk. És hogyha Barney is így elkezd javulni, ahogy most mutatja itt a múlt héthez képest, múlt héten is már javuló formában, de a mai meccse az viszont kimondottan szenzációsnak lehet nevezni a 106 fölötti átlaggal.
91-en 310-re megy le, ugye ez fontos, mert így 20-as szektoron két triplával is kiszállóra tud lemenni a játékos, 100-as. Abból így már nem lesz, kevés lesz a két tripla. 70. Nézzük Gerit. Nagyon jó. Az is. 180. Az első 180 a mérkőzésen. Azossa a 140-re megy le, mind a ketten kiszállón vannak. De Gerinek ez na lehet, akár egy 11 nyilas is. Be is dobja! Gyönyörű! Hátsó pályán 4 körös 11 nyilassal azonnal brékelni tud. A kiszállózása 2-ből 2, és oda néz, hogy folytatja. Kipattan, meg tudta a drótot, ott alul lehetett látni. 120. Akkor leszünk dühösek, ha utána 180-nal fogja folytatni a mérkőzést. Ó, 42. Most közel se játszik olyan szinten, Bailey, mint ahogy ezt tette Rob Cross ellen. 100-as Gerritől. 104 fölötti, majdnem 105-ös átlagon, 104,74 százados átlag. 115-ös első 9 nyíllal. 82-es átlaga van Baileynek, és 80 fölött egy picivel az első 9 nyíla. És ez még lejjebb megy most már. Százas. De szenved most. 67. Összerakta, azért jött egy tripla, 19-es a végén a két elhibázott szektorra. Gerinek jön a tripla, a kettői 134, 47-re megy le. Megint nagyon erős játékot mutat. És ebben benne van egy kipattanó nyíl is, még jó, hogy mert most akkor besokalt volna, hogyha ez a 60-as bemegy, akkor mínusz 13-a lenne. 125-tel, még mindig nincs kiszállón, 47, dupla 20, dupla 10, hoppá, és ez megint ugyanaz a dupla 10, mint amit a múlt héten láttunk. Ez nagyon-nagyon sok, most is látszik, hogy mondja magának hátul. Nagyon-nagyon sok problémát jelentett az arcán is leolvasva, a múlt héten is. A dupla tízre majdnem a számhoz dobott nyilak. Na, bedobja. 3-0. Eddig nem hagy levegőt, sok levegőt Baileynek. Van. Nyolcvanhármas. Tiszta Bill Murray, nem? 108, azt mondom, hogy Bill Murray tud-e 180-akat dobálni. Minden esetre roppant jó színész, de
Nagyon hasonlóság. Kellett 131. Kellett 3 és 1 negyed leg, míg rájöttem, hogy kire hasonlít. Hát, lehet, hogy neked van igazad. Nem? Nem. 180! Hát nagyon úgy néz ki, hogy egy nagy nullázásnak látunk most, igen. Hát 9 Anderson, 48-on, 174, ez nem kiszálló. Itt hát 6 nyila lesz Gerinek. Lesz? Nem biztos. Nem. Mert azért innen már csak lemegy, igen. Tehát egész, hogy 45, tehát nem olyan előnyös, de a 129 is kiszálló, úgyhogy... Az jó helyen van Gerinek. És be is dobja. 4-0. 15 nyilas. Vagy 98,56-os átlagon jelen pillanatban Gary Anderson, úgyhogy egy kicsit se kell megerőltetnie magát. 91. Én nem értem, hogy ilyenkor miért nem vált 57-re egyébként. Max szám misztikailag fontos, de... 95-ös, vagy 85-ös, bocsánat. Második már nagyon jó, 140. Százas. Százharmincötös. Már jó a második nyíl. Százas. De nézzük Gerit, nem kell rádobni a búra. De oda dob, ki is pattan. Így is jó kerekíteni. 35 pont. Ez egy 20-as. Ó, most nagyon mély ponton van. Béli 60, igaz, lejön kiszállóra, de 156 nagyon magas. Gerinek meg viszont két nyila megoldja a százat. Sifleg James to throw first. Game on. Ugye ez is 100 pluszosnak számít. Gary Anderson meg egy teljesen 5-15 nyilas átlagon, 100,2-es átlagon kezdi el a hatodik leget, méghozzá tökéletesen, mind a kettő levált, 137, nagyon jó. Nem látják, hogy mennyit jelentett a két triplás kör utána, hogy följebb ment 100,2-ről 101,62-ről az átlaga. Easy to. 82. Na, ez kell Bélitől, hogy egy kicsit szorongassa Gerit. 100-as nem jött a második tripla.
140-nel kiszállón van Geri három kör után, megint 142 pontja van. És ha nem fog triplát dobni, akkor nagyon közel kerülhet a nullázáshoz, Béli. Nem dob, 45 a dobás, 220 pontja marad. Nézzük Gerit, 142-re, levált 17-es, nem, így is jó. 128, gyönyörű, 14 a maradék, az már viszont nem annyira, de a teher az rajta van Béli rendesen, már duplán Gary Anderson 4 kör után. 85-tel 135-re jön le, 3-as, és a dupla 2, nincs meg! Na most 25-ös vagy Bull kell Bélinek, 25-ös megvan, tripla 20-as. Az nincs meg, vissza búra, nem tripla 18, marad a 36. Harmadik meccs nyila, a negyedik és az ötödik. És az ötödik, bedobja az ötödiket. És ezzel Gary Anderson tovább megy a legjobb nyolcba. Hát egy nagyon könnyed mérkőzésen, és szerintem az est egyik legjobb meccs elő. Nézhetünk is Peter Wright, Corey Kedby összecsapás fog érkezni, amit nem sokára majd a szünet után azzal fogunk visszajönni. Úgyhogy várjuk vissza önöket.